Szeretettel köszöntök mindenkit a mai képviselőtestületi ülésen. Azért vagyunk a Kultúrházban, a nézőknek mondom, mert ezelőtt egy 3,5 órás bizottsági ülés volt, és csak itt tudtuk megtartani biztonságos körülmények között. Én nagyon remélem, hogy ennek a járványnak előbb-utóbb vége lesz, és akkor talán visszaáll az a rend, hogy maszk nélkül és normálisan beszélgetve meg lehet tartani majd a testületi üléseket, meg egyáltalán a településünk is visszatér abban a normális életben, ahol 2 évvel ezelőtt tartottunk. Látható, hogy most sincs kevés napirendi pont. A 11. napirendet azt kérném szépen levetetni a jegyzőnökért, hogy ezt ráér a következő hónapban is tárgyalni. Ugye a testületi ülésen az a 11-es napirend, a szavazatszámláló bizottság tagjainak a felülvizsgálata, és 2 napirendet kérnék szépen még hozzá. A kertmozi kérelme valamiért lemaradt, és a bizottság ülésen ugye tárgyaltuk, abban akkor itt is lehet dönteni, illetve a jelzőrendszeres szolgáltatásnak az átszervezése, amit Boka István úr, Füred polgármestere kért tőlünk ezzel kapcsolatban egy döntést. Aki elfogadja így a napirendeket, kérném szavazzon. Köszönöm szépen. És ahogy megszokhatták, hogyha van valami ez vendégünk, akkor azt előre veszük. Így kérném szépen Magyar Balázs ügyvéd úr itt van, a 22-es napirendi pontot, Tóth Mónika kérelmét vegyük előre. A bizottságon már szerepelt, akkor a Tóth Mónika kérelmező jelen volt. Megvásárolt egy területet, az önkormányzat élt az elővételi joggal, Tóth Mónika pedig azt kérte, hogy ezt vizsgáljuk felül, illetve vonjuk vissza, amit a bizottságok, ha jól tudom, itt voltam, és ha jól értettem, akkor úgy döntöttek, hogy helyben hagyják az adásvételt. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban képviselőtársaimnak, ha nincs, akkor szerintem egyből az ügyvéd úrnak át is adnám a szót, mert gondolom, hogy... Igen. Mindez lehetne már elterjedésre csak a közös önkormányzatnak, nem feltétlenül a feladat egy célja egész szövőt művelni. Illetve még egy kérdésem, mert mi volt a közös célja, hogy ilyet a csapat közös önkormányzat az elővásárlási jogába? Igen. Ennyi? Köszönöm szépen. Hát én azt hiszem, hogy elég egyértelmű. Nekünk nagyon fontos az, hogy megmaradjanak a szőlők, az is látható, hogy csopakon folyamatosan fogynak. Az önkormányzat, én véleményem szerint ki szeretne dolgozni egy olyan feltételrendszert, amivel ezt a területet akár, én nem tudom, hogy művelni tudnánk, én nem vagyok abban azért annyira biztos, de olyan feltételekkel hirdetni meg, amivel garantálnánk, vagy látnánk azt a garanciát, hogy itt a szőlőtermesztés megmarad, valóban olyan építkezések indulnak el ezen a területen, amik valóban csak a szőlőtermesztéshez szükségesek, de ha a képviselő testület gondolja, akkor ezt a területet meg is oszthatja, és 2 külön tulajdonosnak egyébként akár még értékesíthetné is. Abban a pillanatban egyébként építési jogokat sem lehet már ide szerezni, volt ilyen testületi elképzelés is. Én ezt egyébként nem pártolom, én minél nagyobb területeket pártolok, hogy egyben maradjanak, és ahol szükséges valamilyen gazdasági épület, akkor azt lehet tudom képzelni, hiszen én mindig el szoktam mondani, a hegyoldalba pont ezért alakultak ki azok az összetartó szőlőbirtokok, vagy egyben tartott szőlőbirtokok, mert bizonyos építési jogokat biztosítottunk hozzá, de ez a testületnek a döntése. Én azt hiszem, hogy a garanciáknak a kidolgozása lesz a következő időben, hogy tudjuk azokat a megfelelő feltételeket biztosítani, hogy szándékuk szerint ez az elhanyagolt terület valóban ne
ne egy építési terület legyen valóban a szőlő, legyen ott a meghatározó. Ha jól értettem a képviselő társaimat annak idején, akkor ezért döntöttünk emellett. Igen? Hogy ezek hozzászoltok? Persze. Akkor ez az a kérdés, hogy mi az a... Mit tud elérni a csoportközség önkormányzat, hogy megválasztani a területet, amit kérdés helyi rendelettel, ugye a helyi érettséggel akar meg tud elérni. Tehát mi ez a plusz elem? Egy olyan adásvétellel adnál tovább valakinek, amiben nem lehet, hogy itt olyan minimum értelem, hogy ezt tudod, valami szerencs feltételek, mint valóban szörnyűvel és valósuljon meg, aminek egyébként is meg kell valósulnia, mint a földforgalmi törvény, mint pedig ugye a helyi rendelet alapján. Hát ezek a feltételek lesznek a következő időszakban azok, amiket mi megpróbálunk kidolgozni. Tehát van olyan cél, amit egy helyi rendelet meghozatalával és betartatásával nem lehet elérni, vásárlásra viszont kell. Meg kell nézni, hogy van olyan szigorítási lehetőségünk. Egyelőre volt egy ilyen lehetőség, hogy az önkormányzat éljen az elővétellel, értünk az elővétellel, és most jön annak az időszaka, hogy ezt átnézzük, hogy ez megfelel, nem megfelel. Egyébként a védettségi rendeletünket nyilván szigorítani kell, nagyon sok kiskapu van benne, és ezeknek a lezárása után elképzelhetően akkor az önkormányzat meghirdetné egy újabb, egy más feltételekkel, vagy hasonló feltételekkel. Ha jól értem, a belőlük tekintetően nem is az önkormányzat, hogy valóban itt a szőlőket, mint telepítése valósulnak, meg is tudom felésre. Mi ezzel nem foglalkoztunk. Ha jól értem, akkor tovább értékesítve egy kicsit az önkormányzat. Nem biztos. Nem, én ezt nem mondtam. Ezt nem mondtam, de elképzelhető lehetőség az benne van, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy olyan feltételeket dolgozzunk ki, és ebben akár az ügyvédúrnak a segítségét is majd fogom kérni, hogy a mostani szőlővédességi rendeletünknek azokat a hiányosságait, amik tartalmazzák, hiszen elmúlt 10-11 néhány év, és kiderült, hogy nem mindenben a legjobb rendelet, hogy ezt hogy lehet úgy megszigorítani, és hogy lehet olyan plusz garanciákat beépíteni, hogy valóban meg tudjuk akadályozni a szőlőknek az elfogyását csopak területén, mert azért látható, hogy a kisebb területeken azért elindult. És sajnos a jogászok, és ezért lesz jó majd egyébként, ha ön is segít ebbe, a jogászok nagyon-nagyon jó kiskapukat tudtak találni, hogy lehet ezt kijátszani. Nem ön, félreértés ne essék. Voltak ilyen területek, ahol egyébként a jogászok még elmentek a kúriáig is. Ezzel kapcsolatban, és bizony voltak olyan kuriai döntés, amit azt mondom, hogy lehet, hogy az jogos, de akkor nekünk meg kell az alapokat nézni, hogy tudjuk ezt megakadályozni. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, aki tudomásra az egyetért a bizottság javaslatával, azt kérném szavazzon, hogy fenntartjuk. Köszönöm szépen. Következik a költségvetés megalapozó döntés, ugye ez egy törvényi kötelezettségünk, hogy ezt meghozzuk költségvetés előtt. Itt gyakorlatilag a következő három évnek a tervezett bevételeit kell figyelembe venni, és a tervezett bevételekhez képest milyen feltételekkel és mennyi kölcsönt tudnánk felvenni. Mi ezzel idáig se foglalkoztunk, de ezt gyakorlatilag meg kell határozni, hogy a következő három évben milyenek lesznek a bevételek, amikor a törvényeket se tudjuk, hogy mennyire fognak megváltozni. Én azt hiszem, hogy ez egy annyira, nem is mondok erről semmit, meg kell hoznunk ezt a döntést. Én azt kérném, hogy a határozati javaslat szerint, aki ezt elfogadja, kérném szavazzon. Köszönöm szépen. És még mielőtt a költségvetést elfogadnánk, ahhoz három döntést szeretnék kérni, amit a bizottságok javasoltak. Egyrészt csopak honlapját meg kell újítani,
nem tudom, Markó képviselő, két mondatban kérném szépen, hogy ezt foglalja össze, hogy erre miért van szükség, és azt szeretném kérni, hogy ennek az összege, utána a bizottság így döntött, a szerepeljen a költségvetésünkbe. Köszönöm szépen, egy közel 9 éves együttműködés után idén a év legelején felhívták a figyelmemet a jelenlegi oldal, illetve oldalak üzemeltetői, fejlesztői, hogy kifut az a szoftvertermék támogatási ciklus, és nem üzemeltethető tovább a jelenlegi feltételek keretrendszer mellett az oldal, mint eddig. Emiatt szükséges egy teljes megújulás, ez nagyjából egy 8 hónapos munkát vetít előre, különösen odafigyelve arra, hogy megőrizzük a jelenlegi tartalmat, illetve a könnyű visszakereshetőségét a csopak elmúlt 10 éves webes életének, ha úgy mondom. Nagyjából erről volna szó. Köszönöm szépen. Én nekem az is szimpatikus, hogy egyben lenne egyébként a strand, az óvoda, a bölcsőde, honlapja gyakorlatilag egy egységes egészet képezne, és külön-külön is meg egybe is tudna működni. Köszönöm a szót. Én igazából annyit szeretnék elmondani, hogy a honlap, vagy a honlapunk az a település arculatát jelentik igazából kifelé, és nagyon fontos szerintem, hogyha egy kiemelt üdülőhelyről beszélünk, mint csopak, akkor ez hogy jelenik meg, mennyire naprakész, mennyire jó az arculat, mennyire használható, és igen, csak itt haladni kell a korral, és nem szabad lemaradni, és időnként, ahogy az idő elmúlt, szükséges időnként újra a dizájnnal, a funkciókkal, az egyebekkel utolérni magunkat, és a kornak megfelelően haladni, úgyhogy én ezért támogatom azt, hogy ezt beemeljük a költségvetésbe, és megvalósítsuk. Köszönöm. Ha a képviselő társaim is elfogadják, akkor szavazásra tenném fel. Kiért azzal egyet, hogy a honlapnak az elkészítését a költségvetésünkbe beépítsük. Aki ezzel egyetért, kérném szavazzon. Köszönöm szépen. A következő a kafetéria összegének meghatározása. Utána a kafetériára új adó nemek rakottak. Ezért is lehetőség van megemelni a kafetéria összegét, ezért 300-350 ezer forintra javasolnánk megemelni, ami közel hasonló nagyságrendű nettó juttatás biztosít a kollégáknak, mint idáig, ami volt. Bizottság. Tartjuk meg azt a szintet, amit eddig is adtunk a kollégáknak. Igen, egyöntetően támogatta, én kérném a képviselőtársamat, aki egyetért van, azt kérném szavazzon. Köszönöm szépen. Azért nehéz egy kicsit, mert minden képviselő ott ült a bizottság ülésen, de hát ugye még egyszer meg kell szavaztatni. A következő pedig a Kossuth utca 99 ingatlannak a bontása volt, hogy szerepeljen a költségvetésbe. Ez az önkormányzat épülete melletti terület, amit néhány éve megvásároltunk, és egy faluközpontot szeretnénk kialakítani. Az elképzelés az, hogy a területet tisztítsuk meg, és akár addig, amíg nem tudunk olyan állami forrásokat szerezni, hogy ez megépülhessen, addig ott parkolónak, illetve akár vasárnapoként, szombatonként egy helyi piac lehetőségét próbáljuk ott megteremteni. Ennek az előfeltétele pedig az, hogy ezt a területet megpróbáljuk rendezni, és azokat az épületeket elbontani, és egy tiszta területet biztosítani azoknak az elképzeléseknek, amit ideiglenesen is, de meg szeretnénk valósítani. A javaslat az volt, hogy ne csak egy árajánlat jöjjön be, bejött egy árajánlat, hanem kérjünk be még árajánlatokat, hiszen nem sürget minket az idő, lehetőség van arra, hogy várjunk, viszont ezek az árajánlatok beérkezése után a bizottság javaslata az volt, hogy a polgármester döntsön, egyébként nyilván kiküldeném az összes árajánlatot, és akkor haladjunk vele. De ez a költségvetésben szerepeltessük, így van. Felhatalmazok, illetve még egy kérés volt, hogy a szerződéses tartalomra nézzünk rá, a veszélyes hulladékok miatt, hogy ténylegesen tartalmazzák az elszállítás és az egyéb rendőrök kapcsolatos részeket. Én úgy gondolom, hogy egy vállalkozó ezt elvállalja, annak ezt kell tudnia. Mit kell beírni a naplóba, mit nem kell beírni a naplóba. Tehát az elvállás, hogy egy komplet munka legyen, ledokumentálva, ahogy kell, és ne a videó legyen az, hogy ebből probléma adott. Igen.
Igen. Igen. Igen. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én nagyon örülök ennek a területvásárlásnak, mint lehetőségnek, illetve annak, hogy most már itt tartunk, hogy elő tudjuk készíteni a területnek a rendbetételeit, mert úgy gondolom, hogy ez egy stratégiai, sok-sok évvel előre mutató vállalkozás, és egy teljesen új faluközpontnak a kezdete, hogyha ezt így nézzük. Igen, ez azt hogy szeretnék hozzátenni, nem tudom, mondtam-e, hogy az építési engedéllyel rendelkezünk. Tehát a faluközpont építési engedélye az megvan már. Jelenleg a kiviteli terveknek a kiviteli tervek vannak folyamatban elkészítése. Köszönöm szépen. Aki egyetért vele, hogy a szomszéd területnek a rendbetétele szerepeljen a költségvetésbe, bruttó 10 millió forinttal, azt kérném szavazzon. Köszönöm, és ennél csak olcsóbb lehet. Azt hiszem, hogy más döntés nincsen a költségvetéssel kapcsolatban. Előttünk van a következő év költségvetése. Én mindenek előtt átadnám a pénzügyi bizottság elnök asszonyának a szót, hiszen talán ő ismeri ezt legjobban. Köszönöm szépen. Röviden összefoglalnám, amit már ugye a bizottságon is megtettük és részletesen átbeszéltük. Nem mindenre kitérve, de néhány dolgot azért szeretnék kiemelni a 2022-es költségvetésből. Először is a tervezet összeállítása során azokat a már ismert számokat, szabályozási előírásokat vettük figyelembe, amiről már tudjuk, hogy milyen kötelezettségek vagy éppen támogatások lesznek, illetve az idei évben jelentős fejlesztési és beruházási vállalásaink is vannak. Ami azt eredményezte, hogy 2022-ben a bevételi és a kiadási főszegünk az 1.698.449.000 forint, és látszik az előterjesztési anyagból is, hogy sikerült a tervezés során az egyensúlyt megteremteni a kiadási és bevételek között. Az általános tartalékunk az 108 millió forint. A bizottsági ülésen is elmondtam, és most is szeretném elmondani, hogy itt már szerepeltetjük azt a 99 millió forintos értékpapírt, amelyet 5 évvel ezelőtt fektettünk be, és lejár a határideje, és a bevételek között már megjelent, illetve van az önkormányzatnak még 304 millió forint szintén lekötött pénzeszköze az államkincstárnál, ami ugye itt nem jelenik meg, kvázi arra egy külön tartalékont nézünk, és kapcsolódva ide Péter mondásához, hogy ugye ezt olyan beruházásra szeretnénk, mint a faluközpont felhasználni, tehát ezeket azért kellő megfontolással kívánjuk kezelni az elkövetkező időszakban is. Néhány gondolat a bevételekhez, néhány dolgot kiemelnék. Az egyik mindig érdekli az embereket az adó kérdése. Nem kíván a bizottság javaslatot tenni adó emelésre. Egyrészt a vészhelyzet sem tenné lehetővé, de a vészhelyzettől függetlenül sem volt ilyen felvetés és javaslat, hogy adót emeljünk. A másik a bevételekhez kötődően, hogy ugye az idejében is megjelenik, hogy bizonyos támogatások elkerültek tőlünk, mint a gépjármű adó, vagy az iparizési adóval kapcsolatos változások, ezek mind-mind beépítésre kerültek a költségvetési rendeletben, ennek megfelelően kerültek be a támogatáshoz az egyes célszámok. A másik legnagyobb bevételünk ugye a strand, ami azért tudjuk minden évben, és hogy sok függ az időjárástól, hogy hogyan fog alakulni. Kellő óvatossággal terveztük ezt, de ugye azért mindig reménykedünk, hogy jó idő lesz, és azok az elvárások, amiket terveztünk, azok majd teljesülnek is. A tervezésnél, ami talán egy újdonság, és megjelenik a költségvetésbe,
az a bölcsöde. Ez az első évünk úgymond az üzemeltetéssel kapcsolatosan. Pénzügyi vezetőasszony és a kollégák is igyekeztek kikalkulálni, illetve az intézményvezető asszony is, hogy mit is fog ez nekünk jelenteni, de azért azt tudjuk, hogy egy évnek azért el kell tennie ahhoz, hogy mindent tisztán lássunk, hogyha lehet mondani, ugye akkor ez majd egy kísérleti év így a működéssel kapcsolatosan. De szintén megjelent a költségvetésünkben. Ami talán még így a bevételekhez fontos kiemelni, hogy terveztünk ingatlan értékesítést is. Ez már megkötött adásvételi szerződések, illetve korábban felvetődött, hogy egy 14-33-as helyrezű számú ingatlant hasznosítsunk. Ezt szintén beépítettük a bevételek közé. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mennyi a tartalékunk, és mit szeretnénk megvalósítani, akkor jó, hogyha ezt mindig fejben tartjuk, hogy ebben már szerepel a 99 millió ingatlan értékesítés, és ezekkel kiegészítve tudjuk ezt megtenni. A felhalmozási célú támogatásaink azt gondolom, hogy 2022-ben is szépen alakulnak. 368 millió forint, amit valamilyen pályázat keretében támogatásként megkapunk. De ha azt nézzük, hogy mi az, amit szerepeltetni szeretnénk megvalósítani az elkövetkező időszakban, akkor az látszódik, hogy beruházásokra 540 milliót, felújításokra pedig 141 milliót terveztünk, és hogyha ezt összehasonlítjuk, ezt az összeget a támogatásban elnyertekkel, akkor azért az látszódik, hogy durván egy ilyen 200-250 millió saját forrás szükséges ahhoz, hogy ezeket megvalósítsuk. Tehát kellő takarékosságra intéz minket, és kellő körültekintésre az elkövetkező döntéseinknél, mert azért az egy igen szép összeg. És azért az is látszódik itt az elmúlt időszak, és talán lehet azt mondani pandémia hatásaként, bár lehet, hogy nem, hogy néha hiába 100%-os támogatású egy pályázat, bizony-bizony nincs önrész, de mégis kell, hogy úgymond hozzá tegyünk pénzt, mert az, amit megnyerünk, azzal nem biztos, hogy meg tudjuk valósítani azt a munkát, és ezt fejbe kell tartanunk, hogy ez a tendencia megjelent ezzel kapcsolatosan. Hát talán ezek lennének azok, amiket én így kiemelnék így a költségvetéssel kapcsolatosan, és átbeszélte a bizottság az idei évre tervezett beruházásokat és fejlesztéseket, és talán, hogyha lehet azt mondani, akkor egy 4-5 olyan pályázathoz kötődő lehetőségünk van, amit most még tervszintjén beterveztünk, de később a pályázatok megnyerésének és a támogatás intenzitásának függvényében kell, hogy eldöntsünk, hogy azt meg tudunk-e valósítani, vagy nem. Csak hogy kiemeljek egyet-kettőt, ilyen a Fecske utcai építés, ami 66 millió forintba kerül, és ehhez, amit az önkormányzatnak hozzá kell tennie, az még 21 néhány millió forint a jelen kilátásunk szerint, de az látszódik már most, hogy a pályázati hiány pótlással kapcsolatosan ezt a támogatást nem fogjuk tudni megkapni, tehát később ezzel kapcsolatosan kell dönteni, hogy ezt meg tudjuk-e valósítani, vagy nem, de a bizottság abba maradt, hogy egyelőre szerepeltessük így, és a pályázat tényleges ismerete függvényében hozzunk később döntést ezzel kapcsolatosan. Tehát nem olyan sok a mozgásterünk úgymond az idejében, mert nagyon sok tennivalót terveztünk be, tehát kellő körültekintéssel kell lennünk, de azt gondolom, hogy egy szép költségvetés került összeállításra,
és a bizottság elfogadásra javasolta egyöltetően a testület felé. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy képviselőtársaim valamit szeretnének-e. Én úgy gondolom, hogy a bizottságon nagyon sok mindent kiveséztünk, nagyon sok mindent átbeszéltünk, költségvetés pedig úgyis évközben az élet az módosítani szokta, hiszen háromszor meg még törvényileg is kötelező hozzáigazítani az évközbeni döntéseket, illetve a jogszabályok miatti módosulásokat. Én azt hiszem, hogy az nagyon fontos dolog, hogy nem kívánunk adót emelni, és utána a következő három évnek is láttuk az elképzeléseit, azért abba szerepel, hogy hosszú távon sem tervezünk adóemeléssel, tehát nem a pandémia miatt nem tervezünk, hanem ha valaki az előző ciklust is látta, kikalkuláljuk azt, hogy mennyiből lehet ez a települést működtetni és fejleszteni, és gyakorlatilag egyszer volt az előző ciklusban is adóemelés, ha jól emlékszem, és most se tervezünk hosszú távon sem. Fejlesztéseket, hát meg nyilván meglátjuk, hogy mit nyerünk, hogy nyerünk, mennyit kell hozzátenni, mennyit nem, de mondom, ezt jól kibeszéltük a bizottsággyűlések alatt. Igen? Köszönöm a szót, én csak annyit szeretnék elmondani ott a fejlesztésekkel kapcsolatban, hogy nagyon nehéz előre megmondani azt, hogy mi az, ami menni fog, mi az, ami nem. Nyilván azt tudjuk, amit saját pénzben meg lehet csinálni, de ez a legkevesebb, és általában ezek a kisebb típusú beruházások, mert nagyobbakra esélytelenek vagyunk a saját költségvetésünk alapján, hogy saját pénzből nagyobb beruházást megvalósítsunk, komolyabb pályázati támogatás vagy állami támogatás nélkül, de ez azt gondolom minden önkormányzatnál így van, ezzel nem vagyunk egyedül. De ezeknél a pályázatoknál a lehetőség, ami megvan, és ezeket a lehetőségeket nyilván a legjobb módon szeretnénk kihasználni, de csak olyan beruházásba fogunk belevágni, azt gondolom, és ez hangzott el a bizottságülésen is, ami megéri, és nem felesleges, mert külső támogatással meg tudjuk valósítani, magunk nem tudnánk megvalósítani, de ezeknél a döntési pont akkor jön el, nem amikor a pályázatot beadjuk, vagy amikor kitaláljuk, hanem akkor, amikor elérkezünk oda, hogy megnyertük, és mondjuk egy tényleges beszerzéssel, vagy közbeszerzéssel kialakul egy olyan vállalkozói ár, aminél el tudjuk dönteni, hogy az bevállalható, vagy nem vállalható be, és ekkor tudjuk meghozni a döntést. Ami most a költségvetésben szerepel, a beruházásoknál azt gondolom, hogy egy nagyon ambiciózus terv, és a lehetőségeinket maximálisan, vagy majdnem maximálisan igénybe veszi, de nyilván ez egy bőcsomag, és a mi döntésünkön múlik, hogy ebből az év folyamán mi az, amit megvalósítunk. De jó, hogy szerepel, hiszen így egészben lehet látni azt, ami az étlap, és ami a lista, amit szeretnénk, úgyhogy azt gondolom, hogy ha ezt nagy részt meg tudjuk valósítani, akkor már nagyon eredményes évet tudunk zárni a fejlesztések területén. Másként meg nem lehet előre menni egy településnek, csak úgy, hogyha fejlesztéseket valósít meg, mert különben csak üzemeltetünk és működtetünk, úgyhogy erre szükség van mindenképpen. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Képviselőtársaim, ha nincs más, aki elfogadja a 2022-es évi költségvetést, a felsorolt módosításokkal, azt kérném, szavazzon. Köszönöm szépen. Az elmúlt 2 hónap munkáját megoldottuk 10 perc alatt. Ezt külön köszönöm. A következő a Strand rendjéről szóló önkormányzati rendeletnek a módosítása. Gyakorlatilag ez ma arról szól, amiről döntenünk kell, a strand nyitvatartás idejének a meghatározásáról. Szokás szerint május utolsó szombatjától szeptember első vasárnapjáig tartana, ez május 28-ától szeptember 4-e vasárnapig. Nem tudom, hogy aki ezzel egyetért, kérjük szavazzon. Köszönöm szépen, ez azért fontos, csak mert így kell a szerződéseket megkötni azokkal a vállalkozókkal, akik ez idő alatt fogják biztosítani a nyugodt szolgáltatásokat, nyugodt fürdőzést a strandunkon.
és ha itt vagyunk a strandnál, akkor nyilván arról is kell majd beszélnünk, hogy a környező települések, úgy, bár hosszú távon nem akartuk a strandi egyárakhoz hozzányúlni, meg nem is nagyon szeretnék. De következő hónapban lehetőség van arra, hogy következő testületi ülésen, hogy július 1-től bizonyos módosításokat hajtsunk ki végre, hiszen jelen állás szerint június 31-ig tart az a tilalom, ami miatt nem lehet hozzányúlni különböző szolgáltatások áraihoz. De tavaly is, tavaly előtti szerettük volna bevezetni a háromnapos jegyet, és a napi kibemenőt, vagy nem jövő menő jegyet, ezekre komoly igény volt, és csak is kizárólag azért nem, mert úgy jegyfajtákat sem lehetett bevezetni. Tehát erre mindenféleképpen vissza kell térnünk, és itt szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy a környező strandok úgy néz ki, hogy július 1-től viszonylag drasztikusan megemelik a strandi jegyárakat, tehát már nem lesz ilyen különbség. Nálunk az 1600-as jegyhez képest, mondjuk Almádiba már ott már eldöntötték, 1500 lesz a napi jegy, és 1700 a kibe menő jegy. Tehát majd el kell dönteni, hogy mit tegyünk a jegyárakkal. Én azt hiszem, hogyha a bérletekhez nem is nyúlunk, mert nem kell hozzányúlni, de lehet, hogy a jegyárakat majd a többiek ismeretében végig kell gondolni, mert kezelhetetlen lesz az a tömeg, ami a Csopaki strandra fog nehezedni, hogyha megint hasonló áron leszünk a többi strandokhoz. Azért a mi strandunk olyan színvonalas, hogy ide szívesen jönnek az emberek, és nem bántva más strandokat, meg főleg nem megnevezve akármelyik strandot is, mert azért a környék strandjai komoly magas színvonalat képviselnek a többiek is, de azért látható, hogy mi még mindig kiemelkedünk közülük, és erre ez büszkén fel is lehet vállalni. Én nagyon örülnék, hogyha a nyaraló tulajdonosoknak lenne már egy egyesületem, mert mindig ígérik, hogy megalakítanak, le lehetne velük is ülni, hogy őnekik mik az elképzelésük ezzel kapcsolatban, és nem a bérletárak, mert biztos, hogy nem fogjuk megemelni, meg nincs is szándékukban, de hogy lehet ezeket a problémákat megoldani, mert ha ez így marad, akkor a Csopaki strandra már 9 órakor a teltháztáblát ki lehet majd rakni. Tehát, hogyha egy áron leszünk a környező strandokkal, akkor megint a Csopaki strandot fogják még többen választani. Ezt a következő szerintem egy hónapba, két hónapba valamiféle döntést ezzel kapcsolatban kell hoznunk. Ezt csak azért mondtam, mert mindenki készüljön fel, mindenki gondolja végig, találkozunk csopakiakkal, nyaralósokkal, hogy ők hogy látják ezt a helyzetet, mert tényleg mindenkinek a véleménye számít, és mindenkinek a véleményét szeretnénk kikérni ezzel kapcsolatban. Ezek stratégiai döntések és nem pénzügyi kérdés, de mint hogyha nem járnánk jól azzal, hogyha megemeljük a strandnak a napi jegyárait, de ez most nem a bevétel kérdése, hanem az, hogy élhető maradjon a strandunk. Ez csak így mellékesen a szavazás után mondtam, nem tudom, ezzel kapcsolatban gondoltok-e valamit mondani, vagy majd vagy mindenki végig gondolja, és akkor a következő ülésen erről. Szerintem is látni kell a többi település, hogy mi mit lép, és azután, vagy azzal összhangban tudunk mi is döntéseket meghozni. Most Almádi látjuk, de igen, de szerintem itt látni kell Alsősnél, Tihanynál, Fürednél, hogy mi történik, és mi is az alapján tudunk döntést hozni. Az Alsős is most fog valamikor dönteni, nem tudom, hogy strandgondok az, hogy úgy is fogja tudni majd, hogyha döntenek. Igen, hozzányúlunk, már pedig ugye ez a két említett étel miatt ugye szeretnénk változtatni rajta, vagy módosítani, hogy beépülésre kerülhessen, akkor érdemes végig gondolni, de még korainak tartom, tehát tényleg én is azt mondom, hogy lássuk meg, hogy mit látunk, és hogy ahhoz képest kell nekünk ezen változtatni, mert lehet, hogy igen, de lehet, hogy azt kell, azt a döntést kell mondani, hogy nem, tehát jó ez így, ahogy van. Igen, ezért mondtam, hogy a többieknél a költségvetéskor tárgyalnak róla, nekünk a költségvetéskor nem kell róla tárgyalni, hiszen nincs szándékunkban az emelés, lehet, hogy szükségszerű lesz. De mondom, azt is csak is kizárólag a strandnak az élhetősége miatt.
Jó, következő napirend, közbeszerzési terv elfogadása. Ez szintén egy kötelező feladat. A pénzügyes kollégák elkészítették a várható közbeszerzéseinket. Ezt hiszem, ezt csak el kell fogadni, ezek mint testületi döntésen alakulnak. Semmi új adat nincsen benne. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban képviselőtársaimnak, aki elfogadja, illetve tudomásul veszik, azt kérném szavazzon. Köszönöm. A következő a 2022-es évi lakossági ivóvíz és csatorna szolgáltatási támogatás. Ezt én minden évben elmondom, hogy nem nagyon értem. Van egy csatorna támogatás, amit meg kell szavaznunk, ezt megkapjuk és átutalni a DRV-nek, ahelyett, hogy az állam átutalna a DRV-nek egyből. Nálunk van virtuálisan egy másodpercig, nem tudom, meddig van ez a pénz nálunk, hogy amíg átnyomogatjuk a DRV-nek. Ez szabály. Aki ezzel egyet ért, kérném szavazzon. Köszönöm, hogy leigényeljük és tovább küldjük. Óvodai beiratkozás. Jaj, elnézést. Semmi gond, én egy kérést szeretnék megfogalmazni. Azt szeretném kérni, hogy forduljunk a DRV-hez levélben. Az elmúlt napokban a Kossuth utcán több csőtörés is volt, és valószínűleg a hálózat most jutott abba a fázisba, így 30 akárhány, közel 40 évesen, hogy ugyanolyan problémák kezdenek jelentkezni, mint a Berekháton, és kérjük meg a DRV-t, hogy a fejlesztési terveibe szerepeltessenek az utcának a vízhálózati felújítását, mert máskülönben azt gondolom, hogy csak problémák lesznek, hiszen itt buszok járnak, teherautók járnak, stb. És hogyha ez hosszú távon így fog menni, abból sok gondunk lesz már a nyáron. Igen, hát talán most már komolyabban fogják venni, mert a Berekhátnál ugye 5 évig vagy 6 évig kértük évente többször, és most arra jutottunk el odáig, hogy megpróbálják az egész Berekhátot egyébként rendbe tenni. Jó. De hátha meg tudják ezt is tenni a Berekháttal együtt, mert szerintem nekünk az egyik legfontosabb. Jó, jelezzük fel, ők egyébként szerintem most már ők is észreveszik, hogyha naponta itt még a forgalmat is le kell zárni, a Kossuth utcán ráadásul ugye az egész falunk keresztül menő forgalmat kell elterelni. Jó, edzőn, hogy köszönöm. Jó, köszönöm. Köszönöm, én köszönöm. Óvodai beiratkozás idejének a meghatározása. Óvoda vezető asszony jelezte, hogy a beiratkozás tárgyév 20-a és május 20-a között kell, hogy sor kerüljön, és javaslata május 9-e 8 órától 17 óráig. Azt hiszem, hogy nyilván vezető asszony tudja, hogy melyik a legjobb időpont. Aki elfogadja, kérném szavazzon. Köszönöm szépen. Egyébként meg bármelyik nap be lehet iratkozni az óvodába. Következő óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartásának meghatározása. Itt volt egy kis, nem is vita, de egy kis eszmecsere arról, hogy mennyire szolgáltatása a bölcsőde és az óvoda, mennyire nem. Mennyire kötelező megtartani a nyári szünetet, mennyire nem. Ha jól értettem, akkor a bizottság javaslat egyébként megegyezett az enyémmel, hogy a bölcsődébe és az óvodába most még a pandémia miatt, mert nem tudjuk, hogy mi fog következni, ne tervezzünk be nyári szünetet. Igen, jól jött a bizottság javaslata, hogy ne legyen nyári bezárás az idejében. Egyik intézmény esetében sem. Igen, köszönöm. És nyilván majd meglátjuk, hogyha minden rendben megy, meg minden megoldódik, meg az egész év, és visszaállunk a normális kerékvágásba, akkor újra a szülőknek is lehet majd tervezni, hiszen láthatjuk az elmúlt egy hónapban is, hogy akár csak az iskolába is, de az óvodába is, hogy mennyien voltak betegek, mennyi szülőnek kellett otthon maradni a gyerekével, és nem tudjuk, hogy ez még a következő néhány hónapban hogy fog alakulni. De akinek nagyon-nagyon szigorúan nézik a szabadságát, ott fogy a szülőknek, az biztos.
Jó, aki ezzel egyetért már azzal a javaslattal, hogy idén se a bölcsödébe, se az óvodában ne legyen nyári szünet, biztosítsuk a gyerek felügyeletet, a gyerekeknek az intézmények látogathatóságát, azt kérném szavazzon. Köszönöm szépen, tartózkodás, ellenvélemény, egy ellenszavazattal. Következő a TOP plusz 1321 kódszámú helyi és térségi turizmus fejlesztési pályázat benyújtása. Én talán átadnám a polgármesternek a szót egyből, mert... Köszönöm szépen. Igazából szeretnénk egy turisztikai pályázatot beadni elsősorban a strandi napozó terasz megvalósítására, és ehhez szükséges az, hogy a pályázathoz előírt tanulmányokat valaki elkészítse. Ehhez kértünk be árajánlatot, illetve a projekt megvalósításához, projektmenedzsmentre kértünk be árajánlatokat. Három árajánlatot kaptunk az előkészítésre, amiből a DBL Hungary Kft. Adta a legolcsóbb árajánlatot. 3 millió, netto 3 millió 900 ezer forint plusz áfa értékben. Projektmenedzsmentre beérkezett árajánlatok tekintetében viszont a bizottság azt a döntést hozta, hogy ezt tekintsük egy indikatív árajánlatnak, de ne kössünk rá szerződést, hiszen ha majd elkészül a pályázati anyag, látjuk a projekt teljes méretét, és meg tudjuk valósítani, akkor kívánunk menedzsmentet kiválasztani, és menedzsment tevékenységre szerződni, addig ezt nem kívánjuk megtenni, így a két árajánlat kérés körül az elsőre, ami szükséges ahhoz, hogy benyújtsuk a pályázatot, hogy elkészüljön a pályázati anyag, arra tett javaslatot a bizottság a legalacsonyabb árat adó elfogadásával. Köszönöm szépen. Miután ez egy 100%-os támogatású pályázat, meglátjuk, hogy az elkészült kiviteli tervek alapján már fogjuk látni, hogy nagyjából mennyibe kerülhet ez a pályázat, és én abban reménykedem, hogy talán az építő anyagárak most már beállnak egy viszonylag normális emelkedési szintre, és nem pedig egy hatalmas ugrásra fogják követni. Tehát amit kapunk árajánlatot, az legalább egy éven belül úgy nagyjából viszonylag követhető lenne. A kérdés viszont az a napirendnél, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a legolcsóbb árajánlatot tevő DBL Hungary Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Kapja meg a megbízást a pályázat beadására. Tehát az előzetes pályázat beadására, nem? Akkor ő be is adna a pályázatot. Dokumentumok elkészítésére pályázat elkészítése, igen. Aki egyetért vele, kérem, szavazzon. Köszönöm, tartózkodás. Én nem vettem részt a szavazást. Igen. Jó, köszönöm. Csupak, ja igen, ez most az én szabadságomat kell meghatározni minden évben. Én azt hiszem, hogy ez továbbra is azon komolytalan dolgok közé tartozik, amit el kell fogadni. Nem lehet szerintem egy polgármesternek tervezni a szabadságát olyan nagyon könnyen. Nyilván az előző évekhez hasonlóan most is megtervezte, hogy mikor szeretnék szabadságra menni, mikor lesznek azok az időpontok, amikor kivenném a szabadságomat, de látható, hogy az előző években sem sikerült teljes mértékben. Beírtam, én kérném szépen a képviselő társadalmat, hogy fogadják el. Tanulmatívan tervezni lehet, hát most ember tervez, Isten végez. Tehát ezt terv szintjén el kell fogadni, tehát ez egy kötelezettségünk, úgyhogy én javaslom a testületnek, hogy fogadjuk el a Tibor által tett javaslatot. Egyetértelem, szépen szavazom. Köszönöm, én is elfogadom, mert én tervezem. Igen, következő Balatoni Horgász Egyesület kérelme. Minden évben ugye, hogy a területükön keresztül meg tudják közelíteni a csónakbejárójukat, engedélyt kell adni. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb rendeződnek ezek a csónakikötő megoldások, és engedélyes kikötők fognak lenni a Balaton mellett. És talán itt el is lehet mondani azt, hogy a Horgász Egyesületünk
egy elég komoly pályázatot nyert az Apáca strandnál kialakítandó horgászkikötő, vagy csónak, illetve csónakikötő létesítésére. A tervezésnél én azt kértem tőlük, hogy ami a rendezési tervünkben egy álmunk is szerepel, az Apáca strandnak a vízpart megnövelése, a szerepeljen ebben a tervben, ő erre ígéretet tettek. Jövő hét vagy két héttel elkészül az első skic, amit már mi is meg tudunk nézni, és akkor az Apáca strandnak is egy 60-80 négyzetméterrel növekedne a területe, ami egy nagyon komoly előrelépés lenne szerintem a vízpartnak a megközelíthetőségében. Aki bizottság nem tárgyalta, támogatta. Következő egy évre is támogatjuk a terület használatát. Aki egyetért vele, kérjen, szavazzon. Következő, a Csopak ifjúsági sétányon lévő Andi Grillket, vagy ha jól tudom, most már Strandi Grillket, előtti közterületnek a leburkolása. Ezt mindenkinek szoktuk engedélyezni, most ők is szeretnék leburkolni ezt a területet. Itt is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez egy évre szólnak a sétányfelüli területeknek a bérlet ideje, minden évben meg kell hosszabbítani, mert nem tudjuk, hogy a forgalom technika miatt hozzányúlunk-e valamikor ezekhez a területekhez, akár parkoló, akár forgalom egyirányosításával, bármi, hiszen forgalmi tervek is már készültek, azt is meg kell nézni, hogy azzal akarunk-e valamit kezdeni, nem akarunk valamit kezdeni a következő időszakban. De a mostani kérés az ugye az, hogy az Andri Gill előtt leburkolhatják a területet térburkolattal. A bizottság is azt javasolta, hogy természetesen, hiszen mindenki már lassan, csak talán ők voltak azok, akik ezt nem tették meg. Úgyhogy támogatjuk a beruházást. Aki egyetért vele, kérném, szavazzon. Köszönöm. Kancsov Dániel egyedi vállalkozó és a Bogrifa közös kérelme a strandüzlet albérletbe adása iránt. Ugye lehetőség van erre, a következő 10 évre bérbe vennék Kancsov Dánieltől a pattogató kukorica és vatta cukor üzletet. Az a kérése volt a bizottságnak, hogy tartsa meg ezeket a szolgáltatásokat, ezeket a profilokat, mert nincs a strandon máshol, és erre szükség is lenne. Nem tudom, ezzel kapcsolatban, aki egyetért vele, kérném, szavazzon. Köszönöm. Vabó Elektrik Kft. És a Jóberi Balaton Kft. Közös kérelmének a megtárgyalása. Ha jól értem, a Vabó Elektrik Kft. Nem tudom, jó, két mondatot mondanál, hogy én. Először én kimaradnék a szavazásról. Ugye gyakorlatilag a gyermekeimnek próbálok, most már az egyiknek sikerült összehozni egy kártét. Most úgy néz ki, hogy akkor a leáéknak is sikerül egyet. És a Vabó Elektrik Kft-t szeretném most már csak a villanyszerelésre használni, és ezért kérjük azt, hogy a kérelemben az szerepel, hogy a Jóberi Kft. Folytassa jogfolytonosan a Gyropolisnak a üzemeltetését. Tehát a vendégek ugyanazokkal az arcokkal találkoznak. Igen, következik. Bízom benne, hogy a lányom most már többet fog tudni. Bölcsére lévén, de többet fog tudni. Vendégekkel foglalkozni. Jó, köszönöm szépen. Aki, nem tudom, ezzel kapcsolatban. Aki egyetért. Bizottság. Igen, azért nem mondom mindenhol. A bizottság gyakorlatilag ezeket támogatja. Aki egyetért vele, kérném, szavazzon. Köszönöm. Igen. Jó, én nem vett részt a szavazáson. Következő a strand által nyújtott
hú, de szépen meg van fogalmazva, szórakoztató a vízi élmények további biztosítása érdekében bérlő kiválasztása. Ez a vízi bicikli kölcsönzőnek lejárt a szerződése, igen, leánykori neve vízi bicikli kölcsönző. Beérkeztek a pályázatra, mert ha meghirdettük, beérkeztek az ajánlatok. A bizottság úgy döntött, hogy Berez Zsombornak a ajánlatát támogatja. Többek között azért, hiszen mellette van a vízisporttelep, nem szükséges neki tárolóhelységet a strandon létesíteni, és gyakorlatilag tudomásul veszi ő azt, hogy gyakorlatilag a strandnak az egyik részén lenne csak vízibicikli, vagy vízisporteszköz kölcsönző, inkább most már azt hiszem így kell mondani. Idáig két felén volt. És itt a SZÁP-tól kezdve meg mindent itt lehetne akkor bérelni. Nem tudom, ezzel kapcsolatban, aki egyetért vele, kérném, szavazzon. Köszönöm. Idén is megrendeznék a nemzetközi pontyfogó kupát, ehhez kérik a hozzájárulásunkat április 24 és 30 között. Minden évben meg szoktuk engedni, jól is szokott sikerülni, bár kevesebb sikerélménye van nyilván a csopaki strandon horgászoknak, mint aki a nyugati medencébe horgászik, hiszen minél tisztább a víz, annál kevesebb halat tud eltartani, ezt azért tudomásul kell venni, és erre azért büszkék is lehetünk, nyilván nem a horgászok, de nyilván azért a mi strandunk is ebbe szokott szerepelni, de hát nem a legeredményesebben, ezt azért hozzá kell tenni. A Keszthelyi medencében azért jóval nagyobb a halbőség, mint nálunk. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, aki támogatja idén is a pontyfogó kupának a csopak helyszínen való megvalósítását, helyszínen is való megvalósítását, azt kérném szavazzon. Köszönöm. Ezzel nekünk semmilyen dolgunk nincsen, strandgondok az, hogy szokta ezt kijelölni a helyeket, irányítani, vagy felügyelni, de én azt hiszem, hogy soha semmilyen probléma nem volt velük az elmúlt években. Következő a Zsíker Kft. Kérelmének a megvitatása. Azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a galériaként működő üzletben egy kis kartonfallal elválasztva egy raktárt létesítsenek. A bizottság nem támogatta, elsősorban azért nem, mert ezek az üzletek azért épültek meg, hogy a vendégeknek szolgáltatást nyújtson, és a raktározási tevékenységet, amit nem a benne lévő üzlethez szükséges raktár jelenteni, azt ne támogassuk. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, aki elfogadja a bizottság javaslatát, azt kérném szavazzon. Köszönöm. Zömbik Mihály csopaki lakos kérelme Kivett közút elnevezésére. Zömbik Mihály úr a Szőlő utca elnevezést kérte, hogy támogassuk. A bizottság ezt elfogadta. Képviselőtestületet kérdezem, ki az, aki támogatja, aki egyetért vele, szavazzon. Köszönöm. Becker Gabriellának a kérelme, ő azt kérte, hogy a mozgássérültek részére egy akadálymentes vízbejárót létesítsünk a csopaki strandon. Strandgondnak jelezte, hogy a vízbe levő mozgássérültek vízbejutása egy részről megoldott. Ilyen vízbejárónk, amit a kérelmező kért, valóban nincsen. A bizottság javaslata az volt, hogy amennyiben lehetőség van arra, hogy a pályázatba szerepeltessük, de a költségvetésbe ezt az összeget, az idei költségvetésben nem tudjuk biztosítani. Aki ezzel egyetért, kérném, szavazzon. Köszönöm szépen. Én azt kérném, hogy ezzel kapcsolatban is talán a strandgondoknőt kérném, hogy nézzük meg, hogy milyen feltételekkel lehetne ezt biztosítani, mert én nem vagyok ebben biztos, hogy ezek a leírások
mennyire kivitelezhetőek. Tehát hova kéne a stég, mekkora stég kéne, milyen stég kéne, hogy ezek a beemelők működjenek, milyen megoldások vannak, és ezek mennyibe kerülnek. Jó lenne ezt biztosítani, de valóban akkor tervezzük meg úgy, hogy ez hosszú távon megoldást jelentsen a mozgássérülteknek. Köszönöm szépen. Következő a pontcsopak kérelme. A pontcsopak azt kérte, hogy tavaly az Üdülőfaluban tartott két rendezvényt, idén a Plum Malomnál szeretné ezeket a rendezvényeket megtartani. Bizottság is megtárgyalta. Ha jól értettem, hogy az volt, hogy egy plusz négy rendezvényt támogassunk, úgy, hogy az önkormányzatnak semmiféle költséget ez ne jelentsen. Gyakorlatilag elhangzott az áram szükséglet, elhangzott a közbiztonság, elhangzott a parkolóknak a biztosítása, ezek nyilván az ő feladatuk lenne a rendezvény szervezőknek, illetve elhangzott az is, hogy kérnék szépen egy programot ezekről a rendezvényekről, hogy mit tartalmaznának, hogy is néznének ki. Nem tudom, hogy jól fogaltam össze. Igen, tehát ehhez volt, hogy egyelőre az első májusi rendezvényt megtartását tennénk, és akkor annak tapasztalat alapján elvég hozzájárulásunk a többihez is. Szeretnénk egy programtervet látni ezzel kapcsolatosan, hogy mégis milyen rendezvénysorozatok, és hogyha szeretnénk, hogyha mindkét félnek tiszta lenne az, hogy ezzel kapcsolatosan az önkormányzat költséget nem tud felvállalni, és a mosdó, a villamos elhálózat ellátása, a parkolás és az egyéb minden ezzel járó költség, szervezés, egyéb, az a rendezvényszervezőnek a kötelezettsége lenne. Aki ezekkel a feltételekkel, illetve a beérkezett terv alapján majd támogatja ezt a rendezvényt, így, hogy egyet támogatunk, és amennyiben minden rendben van, akkor a következő négyet is, azt kérném szavazzon. Köszönöm szépen. Azt kérném, hogy ezekről a feltételekről akkor tájékoztassuk őket, illetve kérjük be akkor a programtervet a nyári rendezvényekre. Következő a kertmozi kérelme. A kertmozi kérte a további időre a kertmozinak a biztosítását. Ebben azért egy kis vita volt a bizottságon belül. Én is elmondanám a véleményemet, szerintem ez a területet hosszú távra nem szabad bérbe adni. Amennyiben az önkormányzat egy nagyobb beruházást szeretne megvalósítani, akkor nagy valószínűsége, megint csak az én személyes véleményem szerint ennek a területnek az értékesítésére biztos, hogy szükség lenne. Nem tudjuk másképp akár a strandon, vagy akár a faluközpontnak a kivitelezését megvalósítani. És mellette pedig azért ez egy 4000 négyzetméteres terület. Most kaptunk szinte a szomszédságába vissza 2000 vagy 20000 négyzetmétert a patakparti dülőt. Én azt is el tudom képzelni, hogy akár oda telepíteni, vagy ott kialakítani egy parkot, de ezt egy stratégiai döntések kellenek majd ehhez. Ennek csak annak az ismeretében tudjuk majd, hogyha azt is látjuk, hogy milyen feltételekkel kaptuk vissza ezt az üdülőt. Ez volt az egyik része, a másik része pedig ugye az árnak a kikalkulálása volt. Én is úgy gondolom, hogy ez viszonylag alacsony ár, amit felajánlott a bérlő érte. Bizottsági javaslat az volt, hogy egy évre kössünk területbérleti szerződést, és 500.000 forint plusz áfa, ha áfa köteles az illető, plusz áfa bérleti díjért. Igen. Tehát 500.000 forint bérleti díjért. Igen, képviselőtársaim, először a bizottsági javaslatot teszem fel szavazásra, aki egyetért vele, hogy 500.000 forintért egy évre a kertmozinak a kérelmét támogassuk ezekkel a feltételekkel, azt kérném szavazzon. Egy ellen szavazattal elfogadtuk. A következő a jelzőrendszeres szolgálatnak a támogatása. Boka Istvánnyi Fület polgármestere
azzal a kéréssel fordult hozzánk, a jelzőrendszer átszervezése után is támogassuk ennek a jelzőrendszernek a működtetését. Ez azt jelenteni, hogy egy országos rendszerbe kapcsolódna be a mi füredi jelzőrendszeres szolgáltatásunk, és ez 20 000 forint helyett 18 000 forintos kiadást jelentene ugye, a jelzőrendszert igénybe vevő fők számának ismeretében. Hát nem tudom hányan vannak, azért mondom ezt így, mert gyakorlatilag 18 000 forint per fő támogatást kér Balatonfüred, illetve nem Balatonfüred, hanem idáig a Balatonfüred fogta ezt össze, és nagyon komoly teher volt egyébként a füredi önkormányzatnak a különbségeknek a kigazdálkodása, így azért jóval olcsóbban meg lehet oldani, akár Füred számára, de hát látható, hogy a mi számunkra is egy 10%-kal kevesebbe kerülne ez a szolgáltatás. Nem tudom, hogy... 3-4 készülékről szólt a tájékoztató a településeken. Igen, nem, azt mondom, hogy csopakot nem tudom, hogy nem tudjuk külön, nem. Igen, csak összességében tudjuk, ami azért tényleg nem kis szám. Nyilván a nagy része Füreden van, de aki egyetért kérelem támogatásával, azt kérném szavazzon. Köszönöm szépen. Ezzel véget is ért a képviselőtestület ülés. Tényleg gyorsak voltunk, de azt hiszem, hogy itt látható, hogy mi a különbség egy bizottságülés meg egy testületülés között. Nekünk valóban csak a döntésekre kell koncentrálni, a bizottságülésen meg 3 és 4 órán keresztül vitattuk meg ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a délelőttöt, és hát akkor folytatjuk a munkát.